magyar hangok. Németh Gábor, Melis Gábor, Breyer Zoltán, Csere Ági, Braun Rita, Mánya Zsófi, Lázár Sándor, Csé-Németh Lajos, Imre István. Magyar szöveg Abedhadi Forát, hangmérnök Nikodém Norbert, vágó Turzó Barbara, gyártásvezető Kádár Kata, szinkronrendező Hirt Ildikó. A szinkron a Vertex megbízásából a Filmsound stúdióban készült. Zene Richard Yuen. Fényképezte Derek Owen. Vérhold. Harci jeleneteket koreografálta és a filmet rendezte Tony Leung. Jól verekszel, bajnok. Felöltöztél, és nincs hová menni? De nincs meg benned a gyilkos ösztön. Megmutathatom. Komolyan? Egyszer lezavarhatunk egy-két menetet. Amit ma megtehetsz, vagy megijedtél? Halálvágyad van? Észrevetted, milyen vörös ma a hold? A győzelem kulcsa. Használj ki minden gyengeséget. Mindig támadj! Ez a második lecke. Hé! Hey, most már elég! Nekem soha nem elég! Ja!
Kubának vége, bajnok. Igen! Csáki, hogy ígyek a fityeg? Oh, hello! Szevasztok! Hátul is nézzetek körbe. Még egy feledételt? Igen. Megnézem. És itt mi a helyzet, hölgyeim? Mondja el valaki. Nos, nyomozó, van egy halott boxolónk. Eddie Cunningham, 33 éves, fél nehéz súlyú világbajnok. Ma reggel találtak rá. Valaki agyonverte. Hát, akkor megvan az új bajnok. A barátunk legutóbbi munkája? Tehát már háromnál tartunk. Tanú nincs, se új lenyomat. Csak sok vér és a belek. Véletlenül se hagyott búcsú levelet, mi? Nem. Fiúk, lányok, úgy látszik, egy csinos gyilkossággal állunk szemben. Mi a franc folyik itt? Uram, kérem! Lassan, minden nyomot kielemzünk, és már közel járunk a megoldáshoz. Már csak egy kis segítségre van szükségünk a médiában. Tudnélik, önök is nagy szolgálatot nyújthatnak. Azzal, hogyha... Szia, hogy vagy? Eljössz egy kung fu filmre? Légy szíves, mondd meg a halott képnek, hogy siessen a jelentéssel. Épp 15 perce váltam el a mosolygó hullától. Halló? Chuck, a főnök a kettesen. Itt Baker, mi újság? A felébe is, hol késnek a válaszok? Azon dolgozom. Nekem dolgozol, te strici. Mi az, hogy nekem kell nyomoznom utánad, mi? Elő ne forduljon még egyszer. Főnök, hogy beszélsz velem? Azon dolgozom. Hogy a sajtó már így? Igen, uram. Még nem tudok semmit az új esetben. Igen, uram. Még valamit. Végig kellett volna járnod a gyilkosságok helyszíneit, és szállítanod a válaszokat a hülye kérdéseikre. Amikor ezek itt vannak, készen kell állnunk a válaszokkal. Ha esetleg nem volnék világos, írásba is adhatom, megértetted? Szóval még egy ilyen tanás is felfoglalkozni, tudsz követni? Csak. Igen? Ez a múlt éjjel jött. Tűzd a táblára. Variációk egy témára. Miért nem akkor kaptam meg? A főnök kapta csatót fájban. Láttad, amikor bejött? Lila volt a feje, tudod, miről beszélek? Az a dagadó fej, töllett szemek, rángatózó ajkaka. Itt áll mögöttem. Csak bámuljuk az áldozatokat, te meg a bolondját járatod velem. Van fogalmad, mit álltam én ki? A mai nap azzal kezdődött, hogy a tetve sajtó keresztre feszített. Főnök, csak mert te vagy a főnök. Mi? De jó, hogy látlak. Gyakrabban is beugorhatnál. Ne trükközz itt nekem! Eredményeket akarok, bizonyítékot! Nehogy megtedd! Ezt nehogy megmert tenni még egyszer, különben a nagy Chucky nagyon gyorsan a sarki lebúj bűvészsójában találja magát. Mert itt már sajnos nem fog dolgozni, szegény. Világos? Persze. Még hogy sarki lebúj. Amint eltüntetném ezt a marhát, már hívnának is Vegasba. Oh.
volt ez? Semmi, ne rossz már el. A francba, hallottam valamit. Itt senki nem szavar, ne hülyéskedj már. Kösz szépen. Gyere vissza, te kurva! A szerencsém a pasikkal. Szart sem ér. Roxy, itt a vége a szerencsének. Találtál valamit? Csak engem, kis pöcs. A nevem Dutch. De csak ma éjjelig. A legjobb alkalom a holttáncra. Oké, táncoljunk. Ugyan már, kérlek, dumáljunk inkább. Táncolunk, vagy nem? Oké. Egy fejre mért ütés ölte meg. Jellegzetesség, hogy a csontok porrá törtek. Nagy fájdalmai voltak. A gyilkos járatos az anatómiában. A roncsolás szisztematikus és precíz. Minden ütés életfontosságú szervet vagy idegpályát ért. Határozott kézjegyet hagy, és én felismerem. Semmi nyom a fegyvernek vagy csonkításnak? Fegyvernek nincs jele. Bár nem láttam még ilyen sebeket. Ezekből az látszik, hogy csak a harc érdekli. Ha meghaltak, győzött. Köszönöm. Mi van a tanúval? Megszorongatta a nyakát, mégis él. Azt mondja, nem látott tisztán, de azért mutatok neki pár fotót. Akkor ez már a negyedik, igaz, Houdini? Figyelj, beosztottam melléd egy kis segítséget. Menj és nézd meg a fickót. Főnök, nekem nem kell segítség. Tényleg, csak 4 halottunk van, és egy technobuzink, aki e-maileket küld a soron következő gyilkosságokról. És nem vagyunk közelebb a megoldáshoz, mint az első áldozat halála napján. A gyilkosságok egyre gyakoribbak, ami azért nem túl jó jel. Szólj, ha véletlenül kihagytam volna valamit. Főnök, a legjobb lesz, ha pusholsz, Csák! Kidolgozom a vele! Pofát befogod! A sajtó közben folyton engem cseszeget. Már nem is tudom, honnan vérzek. Egyszerűen nem tudom. Ken O'Hara, ez a neve. Előtted ő volt a sorozatgyilkosok specialistája. A legjobb fejvadászok egyike volt. Pár éve ment nyugdíjba. Fejvadász? Mi a franc az a fejvadász? Tök mindegy, itt a címe. Jusson eszedbe, hogy az utolsó ügye zűrös volt. O'Hara kórházba és majdnem a temetőbe került.
nekem nem kell semmiféle segítség. Persze, ahogy nekem sem kell. Szívkoszorú műtét, ha ezen túl leszek. Azt akarom, hogy legyen veled valaki, hogy legyen az ügyön, és neked kell meggyőznöd, hogy beszálljon. Vegyél öltönyt. Próbálj meg jó benyomást kelteni. Nem mozogja! Ne, apu! Ne! Nagyon sajnálom, nem ügyeltem rá, hogy hová lép. Sajnálod? Csak sajnálod? Ha megengedi, én állom a tisztítót. Itt egy 20-as elég lesz, nem? Kösz. Mi van, öregem? Sikerült bepisálni? Mutasd meg, mit tudsz, te kis Jackie Chan? Ezt majd én magam veszem el. Ne haragudjon, de ha leüt, attól még nem lesz tiszta a pólója. Ez igaz, viszont sokkal jobban érzem magam. Nem engedem! Nézs! Jól vagy, kicsim? Maradj csak, nem tart soká. Gyerünk! Sajnálom, hogy ezt kellett látnod. Jól vagy? Tényleg? Nem szeretem a verekedést. Nem akartam verekedni, de nem tehettem mást. Senki nem bánthat téged. Izgultam, hogy bajod lesz. Nekem? Én vagyok a Superman. Na gyere, siessünk. Kívánok, Ken O'Hara-t keresem. Mit akar? Itthon van? Meghalt. Meghalt? Azt hittem... Ha visszaér a lányommal, a lányunkkal, halott lesz, mert megölöm. Értem, váló félben. Külön élünk. Délután vele volt, és megígérte, hogy nem késik. Elég tapintatlan már, ha engem kérdez. Hogy viseli? Nehezen. Nehéz idők járnak ránk. Még ön vagyok. Csak. Hoppá, az öné. Ah, köszönöm. Ah, jaj, köszönöm. Még nem találkoztam a férjével, és nem is nagyon akarok. Hol voltatok? Remekül éreztük magunkat, ha jelent neked ez valamit. Igaz, Lore? Igen, mami, és látnod kellett volna. Később, kicsim. Találkozónk van. Bár így lenne ötösöm. Azt ígérted, hogy nem késsel el, a te felelősséged. Igaz, Chuck? Természetesen. Ebbe ne avatkozz bele. Igaza van, Ken. Figyelhetnél rá. Azt hittem, késésben így vagy. Van. Búcsúzz el apádtól. Szia, édesem. Szia, Superman. Nagyon bírlak, Mizikém. Eltévedtél? Ott az út. Tulajdonképpen hozzád jöttem, Superman. Neved rossz néven, de kopj le. Hutchins küldött ide hozzád. Hutchins? Te nem az...
Nem, bemehetek? Ez nem az én dolgom. Ezt mondta a főnök is. Mégis azt akarja, hogy beszállj. A válaszom nem. Mondd meg, hogy ezt üzenem. Ne fáradj. Azt is mondta, hogy egy ügy közben szálltál ki. Add át üdvözletem. És vezess óvatosan. Összetett az ügy, Ken. Ha el akarsz küldeni, csak szólj. Hát, úgysem akartam, hogy segíts. Ne, soha többet! Szellemed.
Halló, halló. Kung fu film a komputeren? Mindjárt ott vagyok. Szia, mi van? Szia. Épp most kezdődött a show. Nem, már megint. Nem, nem ez az. Olyan, mint egy akciófilm, nem? De bemérni nem tudtam. Csambar, a japán kardos film. Csípem az ilyet. Ki játszik benne? Egy járőrt a Houston 56-hoz. Vedd fel nekem a műsort, ha tudod. Oké, megpróbálom. Houston 56. Ki vagy te? Hát nem emlékszel rám. Az kár. Most ki a bajnok? Én! Yeah! Igen, tessék. Ken, Hatch vagyok. Figyelj, a mesteredet, Mr. Tokaidót megölték. Neked meg mi bajod? Óvatosabbnak kellett volna lenned egy ilyen helyzetben. Nem lett volna szabad egyedül oda menned. De a pasas elég rossz bőrben volt. Hé, Ken! Kösz, hogy beugrottál. Köszönöm. Hogy vagy? Hello, főnök. Részvétem. Nagyon sajnálom. Együtt érzek veled. Köszönöm. Szóval mi a helyzet? Majd csak képbe hoz. Elmond mindent. Az elejétől kezdve. Ebben az ügyben társak lesztek.
Üdvözöllek a fedélzeten. Aha. Most el kell a segítség. Menjünk az irodámba. Akkor viszlát, fiúk. Ken... Kösz. Még egyszer. Ez a legkevesebb. Elolvastad? Azok, tehát persze. És? Sehol se tartasz, igaz? Ezért vagy itt, hogy megments minket. Van valami ötleted? Akad. Ez a fickó egy nagyon tudatos gyilkos. És gondosan tervez. Ezek nem alkalmi, véletlen szülte gyilkosságok. Csak akkor gyilkol, amikor akar. Legyőzhetetlen ellenfél, biztos terepen, tanú nélkül. Minden nagyon kiszámított. A viselkedése a jellemét tükrözi. Nagy az önuralma, minden tette teljes összhangban van. És nem hibázik. Nos, arra gondoltam... Bocs, hogy félbeszakítlak, de hogy őszinte legyek, nem érdekel, mit gondolsz. Tudom, hogy ki vagy Ken O'Hara. Azért léptél ki, mert megsérültél. Nem lehet a társam olyas valaki, aki összepisálja magát, ha szemtől szemben áll az ellenséggel. Tehát lehet bármilyen teóriád, írhatsz bármilyen jelentést, csak véletlenül se légy láb alatt, ha sűrűsödik a helyzet. Tudsz követni? Hogyne. Persze. Remek. Akkor nyilván megtalálod az irodádat. Ki kell dolgoznom a részleteket. Az ügy minden részletéről kérek egy másolatot. Szólj egy tetves titkárnőnek, és érezd jól magad. Talált. Elsüllyed. Keresel itt. Mégis mi folyik itt? Rendőrség. Maga kicsoda? Én itt lakom. Az áldozat egyedül élt itt. Kelly? Te vagy az? Ken bácsi. Ken bácsi? Igen, Tokaido mester lánya. Mi? Örökbe fogadta. Őszinte részvétem, kisasszony.
De lenne néhány kérdésem, amit fel kell tennem. Bejönne az őrsre? Ne! Nincs semmi baj. Ráér holnap is. Elhelyezzük egy szállodában. Nyomokat keresnek? Épp ezért jöttünk, ezen dolgoztunk. Úgy tűnt, inkább egymáson dolgoztak. Hát igen. Miért nem laksz nálam, amíg itt vagy a városban? Itt a kocsi. Ezzel a taxival vagyok, és Carol Hartmanékhoz megyek. Ismered őket, nem? Örülök, hogy találkoztunk. Akkor holnap. Oké, hát persze. Még ma ki kellett volna kérdeznünk. Ne dönts olyasmiben, ami nem a te hatásköröd. Holnap is itt lesz. Ha én leszek a nyugdíjas kripli és te vezeted a nyomozást, akkor dönthetsz. Figyelj, seggfej. Én intézkedem, te meg bogarázhatsz itt, amíg akarsz. Bogarászom is. Erőszakos behatolásnak nincs nyoma. A robbantás pedig elég primitív volt. Csak benzin és egy rúd dinamit. Időzítés sehol. Ami azt jelenti, hogy várt a Baker nyomozót. Ezt meg honnan veszed? Körülnéztem, bogaráztam. Már várt a Baker nyomozót talán, mert belelát a GPS rendszerünkbe. És így minden jármű helyzetét ismeri. És mielőtt belépett, robbantott. Hogy eltüntesse a nyomokat? Ez egy üzenet volt. A gyilkosságok egyre gyakoribbak, és egyre jobban csinálja. Olyan, mintha tanulna. Egyre magabiztosabb. Ezért küldözget üzeneteket. És röhög rajtunk. A fickó a technika miatt jár előttünk, és abban nem vagyok nyerő. Pár éve egy ügy kapcsán megismertem egy hackert. Most elő fogom venni, és tanácsot kérek tőle számítógépügyben. Jó, igen. Egész nap itt fogsz lógni. Indulunk. Ken bácsi! Ken bácsi! Rád vártam. Hát te mit keresel még itt? Segíteni akarok. Maradj ki ebből. Hogy gondolod ezt? Az apámról van szó. Menj haza, Kelly. Felhívunk, ha megtudunk valamit. Kérlek, menj haza. Tökös lány ez, hogy velünk akar jönni. Mi van a kocsiddal? Á, már megint. Figyelj, ha velem vagy, én diktálok. Na és mi a helyzet Kellyvel? Kellyvel? Mintha a lányom lenne. Értem. Nem hiszem, hogy az eseted lenne. Ó, tényleg? Mert fekete vagyok? Mert seggfej vagy. Legalább tudom, hogy nem vagy rasszista. Justice ott lakik a sarkon. Szóval, veszélyes a srác? Csak ha allergiás vagy a koszra. Jó, akkor csak gyere utánam. Nem, te menj szemből, balra az első ajtó. Én majd hátulról megyek, sose lehet tudni.
fogadok, hogy gerjedsz rám. Hát persze, hogy a szabad szerelem híve vagyok. Jut eszembe. Megszabadítsam magam a melltartomtól? Igen, baby. Na, náhogy akarom, hogy levedd. Te is mindig helyesen válaszolsz. A francba. Nehogy lehűj, mindjárt jövök. Ki az? Rendőrség! Kérdeznék egymást. Miért? Mégis miről? Nyissa ki! Egy pillanat! Jövök már! Indulni készülsz? Emlékszel rá? Arra vagyok. Gyerünk! Gyerünk! Csak nem őt keresed. Pehde nem a maga embere. Most szépen velem jön. Miért? Nem csináltam semmit. Készítsd a petróleum zsenit, kompjúter zseni, mert szükséged lesz. Micsodát? Ne játszd a hülyét! Te voltál! A bankgépére gondol? Nem én voltam. De bizony, hogy te voltál! Sajnálom, Justice. A nyomozó véleménye nem feltétlen egyezik az enyémmel. Ugyan, békés, szükségünk van a segítségére. Én segíteni akarok, segíteni... Kussaj! Ez a szarzsák ebből nem fog kimászni. Hagyd már abba, azt mondta, segít. Segítesz, nem? De bármiben. Na jó, ülj le. Hú, ez milyen billentyűt kell lenyomni? Le tudsz nyomozni e-maileket, képfájlokat, meg ilyesmi? Persze, nem nagy ügy. Ez jött az Őrsre. Később, baby, aztán megvárj. Úgy élsz, mint egy ganajtúró. Hogy bírod ki? Nincs feladó, így nem fog menni. Semmi alapanyag. És ez mi? Az éjszakai adag, így nem kell elmennem innen. Mi ez, kávé? Pisa. Maga egy undorító alak. Figyeljenek! Ezt most meg tudom fogni. Épp most érkezik, mi a franc? Ez a magáé. De onnan tudja, hogy itt vagy. Rendben van. Beszéltesse. Verje be a szöveget és nyomjon egy visszát, akkor meg lesz. A fenébe ez! Csinálja! Küldje a szöveget és megfogom. Ki vagy te? Nem tudod. Ez mi a nyavaja? Beszédszintetizátor. Van egy ötletem. Tudod bizonyítani, hogy az vagy, akinek mondod magad? Ezt hogy érted? A francba! Beszéltesse! Majdnem megvan! Miért gyilkolsz? Hogy lássam, ki győz? Ti ketten, vagy én? Igen, tudom. Chuck Baker is ott van. Tudja, hogy itt vagyok. Ez a fickó mindent tud. Meg vagy rohadt strici. Hol van? Peking. Mégsem. Tainan. Taiwan. Nem, ez még kamu. Anchorage. Los Angeles. Hát jó a pasos. Mindent kinyomtatok. Moszkva. Berlin. Ezt még én se tudom. Most megfogod, vagy nem? Egy pillanat. Miami. Harrisburg. Várjanak. Bingo! Utolsó helyzet, 843 Adam Street 21. Jesszus, ez... Ez itt van a sarkon. Gyerünk! Engedd, hadd beszéljen! Te szemétkocsi, gyerünk már!
ahhoz képest, hogy egy nyugdíjas trotty vagy. Kihagytad a kriplit? Épp mondani akartam. Hol a fegyvered? Nem használom. És miért nem? Kész vagy? Kell egy stratégia. Berúgom az ajtót. Bemész, biztosítod a szobát. Én megfedezem a hátad. Egy stratégia? Egy sápadtarcú fedez fegyver nélkül? Nem, én rúgom be az ajtót. Miért? Mert a te ötleted azért. Mert ti mindig a másikat külditek be előbb. Én meg nem hiszem, hogy... Jól van. Együtt megyünk. Egy, kettő. Állj, rendőrség! Senki nem mozdul. A legjobb lesz, ha szépen visszaülsz. Hol a komputer? Hol a szarban van? Te menj hátra, én maradok. Kihez beszélsz? Neked, kusbarom. Menj hátra! Egyedül vagy, öcsi. Ken! Hol a fedezett nyomozó? Mindjárt megmutatom neked. Rohadt strici kriplie. Úgy tűnik, öcsi, lelépett a társad, vagy nem? Nem a társam. Figyeljetek csak. Már úton van ide két kommandós egység is. Csak hogy nem hiszem el, pöcsfej. Egy kommandót és egy kutyást elhinnétek? Ilyen sokáig. A legjobb pillanatra vártam. Megölhettek volna. Azt nem vártam volna meg. Begyűjtés a 843 Adam Street 21-ben. Ken. Ken. Kösz. Ez a legkevesebb, öreg. Na hát, akkor már csak a gépet kell megtalálnunk. Nincs itt semmiféle gép. Megnézted? Igen. Várj már egy percet, hogy jól értem-e. Azt mondod, hogy te már kerested a számítógépet? Igen, azt. Na és? De hát... Hülyék! Chuck Baker, egy izzadság szagú művész. És egy még jobban izzadó zsaró. És a jó Ken O'Hara, a nyugdíjból visszamászott kripli, aki még az árnyékától is retteg. Társaságot kaptunk. Thank you.
Kelly! Azt mondtam, menj haza! Ugyan, valamit tennem kellett. Ez rendőrségi ügy. Nyugi csak! Nem törvénybe ütköző követni titeket. Ezt most akkor is hagyd ki. Valami nagyon jó dolog. Hé, hé, hova mész? Hova mész már? A fenébe. Ken bácsi, gyakran jössz ide? Mintha azt mondtad volna, hogy a fiúk templomba járnak. Belefáradtam ennek a tetőnek a követésébe. Menjünk. Ken bácsi, ne menj még. Még rajta van a lányokon a tanga. Hé, Csini baba! A te tangáddal mi a helyzet? Ha, gyere, mutatok neked! Ken, nem kellene el kisegíteni? Ne izgulj! Nincs szüksége rám. Nem tart soká. Nemrég volt nemzeti bajnok. Na, menjünk! Mintha mindig egy lépéssel előttünk járna. Annyira szeretném már elkapni a rohadékot. Hagynia kell valami nyomot. Mindenki hibázik egyszer. Hát ez a szemét még nem hagyott. Nézzük át még egyszer, amit kinyomtattunk. Hát ha... Jó. Ez csak a szokásos cucc. Te beszélsz hozzá, ő meg szétszivat. Most az okosabb. Ne hagyd magad. Ne ruházd fel személyiséggel. A sorozatgyilkosok általában fehérek, 30-40-esek. Némi múltjuk is van már. Gyerekek zaklatása, szexuális deviancia. Ne! Csak beszélgetek, szóval ne tarts nekem előadást róluk, rendben? Ezt eddig nem vettem észre. Mit? Az üzenet utolsó sorát. Üdvözlöm Jimet, Jean-t és a hősöket. Véres a hold. Ez meg mit jelent? Megfogtál. Kell, hogy legyen valami közös bennük. Jim Nabors, Gene Hackman, Hogan hősei. Á, nincs itt semmi. De csavaros az eszed. És a Kerry? Jim Kerry, Kerry Gene, Kerry hősei. Szerinted valami Kerry után megy? Ez hülyeség. Gyere, kapjunk be valamit. Odaszólok Kellynek. Egy pillanat. Kelly! Igen, igen, őt hívom. Jim Kelly, a sárkány közbelépből. Gene Kelly és Kelly hősei. Kelly után ment, míg az árnyékát kergettük. Nem veszi fel a telefont.
fenét csináltok itt? Jól vagy. Most nézzétek meg az ajtót. Legalább kopoghattatok volna, nem kellett volna betörnötök. Miért nyomultok ennyire? Azt hittük, veszélyben vagy. Nincs itt semmi veszélyes. Kivéve titeket. Ezt kaptuk a gyilkostól. Te lennél a következő. Jöttünk, ahogy tudtunk. De az a fickó megint hülyét csinált belőlünk. Azért jöttünk, hogy megmentsünk. Tényleg? Igen. Oké. Kérhetek egy szívességet? Hát persze. Máskor kopogjatok. És most húzzatok el. Hát maradtunk volna, de dolgunk akadt, igaz, Ken? Megvan a csipogóm száma? Igen, Ken bácsi. Minden számod megvan. Egy kicsit túl macsó. A fenébe, ott maradtak a papírok. Megáll az eszem. Kopogj be szépen, Ken bácsi. Hát, hogy ne. Ha ha ha!
Ó, látom, vetköző nőciket tettem be a mappába. Megpróbálom boldoggá tenni magát. Na, mennem kell. Hú, ki ez a csibe? Kelly, mit csinálsz te itt? És hol a rendőr, aki vigyázott rád? Veletek dolgozom az ügyönken. Célpont vagyok. Hol lehetnék nagyobb biztonságban? Vigyetek magatokkal, vagy csak követlek titeket, rendben? Igaza van, most már ő a célpont. Ha megígéred, hogy nem leszel láb alatt. Hát persze, Ken bácsi. És hogy nem szólítasz Chuck bácsinak. Azt is megígérem. Akkor fussuk át az áldozatlistát. Kösz, Justice. Majd egyszer megfogom. Sok szerencsét. Nem a semmiből jött. Valahol kellett tanulnia, mert túl jó. Senki nem a gyilkolást tanítja. Különböző módszereket próbálgat. Mi csak hisszük a technikák hatásait, de ő ki is próbálja. Van egy áldozatlistája. És csak az első 40-ről tudunk. Az az érzésem, hogy az övé kész. Bár csak tudnánk a sorrendet. Ki jön most? Miért léptél ki? Sorozatgyilkosságokon dolgoztam és lenyomoztam azt a szemetet. Addigra 10-szer gyilkolt. És akkor elkaptam. De túl sokat láttam. Nagyon sokat. Nem akartam többet találkozni a gonoszsággal. El akartam kerülni. Rendesen hazavágott, igaz? Majdnem megölt. A házasságomnak is lőttek. Megpróbáltam megmenteni, de... Tudod, hogy van? Én is voltam házas. Régen, amikor az akadémiára jártam. Persze, rossz vége lett. A munkára fogtam, de tévedtem. Nem voltam elég erős. Nagy kár. Tényleg. Nem nagyon ismerlek, de nem olyan pasasnak látszol, aki csak úgy feladja. Így van? Azt hiszem. Kár, hogy feladtad a házasságod. Én csak azt bánom, hogy nem mentettem meg az enyémet, amíg lehetőségem volt rá. Csak fel kellett volna hívnom. Talán neked is csak egy hívásba kerülne. Mi ez a hirtelen jött példabeszéd? A tanulság az, hogy hívd fel, hát, ha megéri. Ha van esély, használd ki. Talán megpróbálom. Van motivációd. Van lehetőséged. Bűnös vagy. Semmit nem tudsz rólam. Nem akarok többet tudni, hidd el. Nézd. Itt egy érme. Feldobom. Ha a fej lesz felül, felhívod. Jó?
Úgy látszik, győztél. Mi van? Csak egy kis varázslat. Köszi. Az eszem megáll. Halló, Megan. Én vagyok. Beszélhetnénk? Mindannyiunkról. Tényleg meg akarom próbálni. Bevásároltál? Tessék. Toast. Mire? Ken bácsira. Jé, paci! Besürgettem egy kicsit. Jól csak vett olyan győztem! Azt kérem. Köszönöm. Tessék kicsit. Még. Tudom, hogy nehéz volt, és talán nem próbálkoztam elég elszántan, de mást akarok. Tudod, nem az volt a kérdés, hogy szerettelek-e. Nem tudom, hogy magyarázzam meg. Mintha kizárt volna a világ. Te zártál ki engem. És én nem tudtam úgy élni. Talán ez volt a legnagyobb hibám, de nem ismétlődhet meg. Kell a támogatásod. Mindig kell. Az megvan. Mindig is megvolt. Mit gondolsz, élhetünk újra együtt, mint egy család? Próbáljuk meg. Hát akkor rajta. Mi lenne, ha hétvégén visszaköltöznétek? Tényleg, apu? A hétvégén megpróbálok egy kicsit kiszakadni a munkából. Ez egész tervszerű. Loren imádná, ha hazamennénk. Igen, igen, hurrá! Na és te? Hát, én is. Fenébe. Na, semmi baj. Sajnálom. Ne aggódj, megértem. El ne felejtsétek. Hétvégén. Hétvégén. Ken, vigyázz magadra. Megint egy Baker. Se fegyver, se új lenyomat, se tanúk, semmi. Csak pár betű a szőnyegen. Hát itt maradunk egy darabig, közbill. Na? Jelent ez valamit? És neked? C-H-A. És ami a tag keze alatt van. Kérem szépen, készítsen erről pár kockát, és nagyítsa ki nekem. Kösz. Ezzel mit kezdtek? Csak egy hiányzik. A rejtélyes kép. Ki lehet rajta? Remek kell. Hévix, gyere ide! Oké. Csinálj erről egy fotót, és amint végeztél, hozd át az irodámba, de siess vele! Cseku, Csekun, Csedikov, Csegis, Csedvik, Csedvin, Csefkin, Csefin, Csegöri, Csedikén, Csegnon, Chambers, Chamberson. Mondom, hogy a gyilkos nevét próbálta leírni. Úgy érzem, nem. Nem sámpánt írt, az biztos. Próbáljunk valami mást.
Chamber, mint kamra. Chambermaid, mint... Ez a szobalány tette. Hát ez nem igaz. Kamarazene, kamarás, kameleon mimikri, kámfor, Camilla és igen, champion, champion, mint bajnok. Egy pillanat. Bajnok? A szemét strici. Végig előttünk volt. Hol? Az áldozatok bajnokok voltak, és mind megölte. Nézzétek, box, birkózás, kung fu, kendo, karate, kickbox, a francba, ezek mind bajnokok voltak. De nem harcoltak egymással, csak saját pályán. Egyszer megküzdöttek egymással. He? És a kapcsolat Kelly apja a mesterem. Várj már, miről beszélsz? Hallottál a mesterek kupájáról? Hát persze. Emlékszel már rá? A bajnokok tornája. Van pár újságom az irodában, amiben benne van. Na, itt van. Ez az. Ez a mesterek kupáján készült. Megismered? Ezeknek a többsége a tepsiben van, a hullaházban. A mi emberünk is rajta van. Eddie Cunningham, boxoló, meghalt. Dutch Schultz, birkózó, meghalt. Kurt McKinney, karatés. Mark Kramer, kickbox, meghalt. Tokaido mester, meghalt. Kevin Haley, judo, meghalt. De ki ez a két fiú? Az első Chet Atkins, kung fu bajnok, diszkvalifikálva szándékos sérülés okozás miatt. Összetört egy szerencsétlen bordáit. Nagyon tetszik. Bele ne szeres, mert gáz lesz. Az Atta szerint 3 éve halt meg autóbalesetben. A francba. Na jó, avassatok be. 6 halott. Marad a képen 2. Az egyik meghalt autóbalesetben. És marad még ez a Willy német. Illik a képbe. Kor, magasság és súly szerint. Megismered, Kelly? Nem. Minden olyan gyorsan történt. Nem tudom. Ennek a németnek állati az aktája. Tucatszor kapták el testi sértésért. Egyszer emberülési kísérletért. Nem egy mintapolgár. Még rosszabb. A múlt hónapban megint itt volt valami miatt, de kisétált. Ez csodás. Legközelebb nem hagyjuk futni. Most mi van? Ez a mi fasasunk, vagy sem? Minden erre mutat, főnök. Akkor várjátok be a stricit. Felállítok egy roham csapatot. Gyerünk! Kapok fegyvert? Sajnos nem jöhetsz velünk. Itt kell maradnod, amíg el nem kapjuk. Ti mondtátok, hogy veletek biztonságban vagyok. Igaz, de most egész más lesz a helyzet. Nem tudunk megvédeni téged. Tudjátok, hogy meg tudom védeni magam. A vitának vége. A döntés megszületett. Ne nyüzsögj, ha nem kell. Menjünk. Hát jó. Ezért érzem magam olyan jól. Come on,
Bejelentkezzen a rejtélyes vendég. Könnyűnek tűnt, nem gondolod? Úgy bizony. Alig ütött vissza. Nem volt egy nagy szám. Megvan a gyilkos. 132 lány sugárút. Bent vagyok. Kelly. A francba! Nos, Kelly, úgy örülök, hogy újra találkoztunk. Újra találkoztunk? Ne szerénykedj. Utána néztem az anyagodnak. Nemzeti bajnok voltál, igaz? Igaz, hát. Milyen érdekes. Ott lesz arra! Hello? Megan, jól vagy? Jól hát. Rád val, hogy a barátaidra bízod a piszkos munkát. Kire? Hát aki azt mondta, hogy nem tudsz elszabadulni, és segíted beköltözni. Figyelj rá, Megan. Hol van most? Ott ül Loren mellett. Épp játszanak. Ha el tudtok menni, menjetek. Ha nem, ne csináljatok semmit. Mindjárt ott leszek. Nem hagyom, hogy bántson titeket, ígérem. Imádlak. Megijesztettél. Tudom, tudom. Rögtön ott leszek. Ne tedd le! Hívom Lorent. Csak nem a cimborám az kell. Hadd beszéljek vele. Gyere, értem, Ken. A hőközpontban leszek. Jaj, még valami. Csak mi ketten. Senki más. Egyedül gyere. Vagy a csajok meghalnak. Ken, nem! Ez bizonyíték. Neki nem kell bíróság! Csak én kellek neki! Ez hülyeség! Társak vagyunk, veled megyek. Nem, nem jössz. Ken! Zsaruk vagyunk, mi nem így csináljuk. Ken! A családomról van szó. Nem kockáztathatok! Ken! Rúgd szét a seggét! Kösz, hogy eljöttél, O'Hara! Üdvözöllek a pokolban! Hol vannak? Nem lősz rám.
Hiszen csak én tudom, hogy hol van a szerető feleséged és a gyereked. A játszmának, mint te meg én. Van a nagy bajnoki döntőre. Élet vagy halál? A család a te kezedben van. Gyere! Yeah!
kicsim! Apu segíteni fog! Siess, Ken! Siess! Gyere gyorsan! Nem mentheted meg se Kellyt, se a társadat, se a családodat! Még magadon se tud segíteni! Mm-hmm.